Többen kértétek, hogy szeretnétek visszahallgatni otthon is azt a bevezető szöveget, amit elmondok nektek minden egyes alkalommal az állítások előtt, a foglalkozásokon. Ezért ezt most ajándékban megkapjátok ti is. No, hát mi is a családállítás, illetve a hivatalos neve nem is családállítás, hanem családfelállítás, mert hogy németül Family Aufstellung, csak annyira magyar talap. Tehát a családállítás, mint módszer, Bert Hellingernek a nevéhez kötődik. Ő egy német születésű férfi ember, most már azért meglehetősen idős, közelebb van a 90-hez, mint a 80-hoz, és azt gondolom, hogy már ez is nagyon hitelesé teszi számomra ezt az egészet, mert elképesztő aktivitással éli még a mai napig is az életét. Tehát ő Németországban született, annak idején papnak tanult, és így került misszionárusként a zuluk földjére. Több évet töltött el közöttük, megtanulta a zuluk nyelvét, megismerte a zuluk kultúráját, és nagyon sokszor hivatkozik rá a könyveiben, hogy az első pillanatok kezdve lenyűgözte őt az, hogy milyen mérhetetlen békességgel, szeretettel, harmóniával élik a zuluk az életüket. És azt mondta, hogy arra jött rá, hogy ez egy olyan fajta belső életerőből fakad, ami gyakorlatilag abból a tiszteletből születik, ahogy a zuluk élnek. Tisztelik a természetet, tisztelik egymást, és leginkább tisztelik az őseiket. Mert hogy a zuluk szerint az életerő mindig az ősöktől jön az utódok felé, és gyakorlatilag Hellinger is ezt tanítja a saját tanításában, rendszerében. Tehát az, ahogy mi éljük az életünket, az a belső tartás, az az energia, amivel rendelkezünk, az gyakorlatilag az őseinktől kapott, ajándékba kapott, örökölt, őseink felől áramolt energiából születik. És gyakorlatilag ennek köszönhető az, hogy ha az életünkben harmónia és békesség tud létrejönni. No, Hellinger azt mondta, hogy pár év után, zuluk között töltött pár év után, hogy ott jött rá, hogy a szentség az nem csak a templomokban van jelen, úgyhogy ki is lépett a katolikus rendből, és elindult egy terápiás pályafutáson. Gyakorlatilag minden egyes módszerrel találkozott, amit a mai napig használunk. Tehát ő tanult pszichoanalízustól kezdve, hipnoterápiáig, pszichodrámától, családterápiáig, tehát tényleg minden módszert ismert, és mindegyiből valamennyit kivett, használt, és beépítette az alapfelismeréseibe, és ebből jött létre maga a családállítás, vagy családfelállítás. Ugye a módszernek az a lényege, hogy az életben van egy rend, amit Hellinger szeretetrendjének nevezett el. De egyébként erről a rendről beszél akár a Biblia is, vagy a kereti tanítás. De a szeretetrendje az az életnek az a fő mozgató ereje, amitől a dolgok történni tudnak. És hogyha ebben a szeretetrendjében bármi sérülés történik, akkor ezek a sérülések az egyéni életünkben problémaként, elakadásokban tudnak jelentkezni. Hát három ilyen fő terület van, amivel találkozom én is nap, mint nap az állítások során. Ugye ez megjelent egy egzisztenciális problémában, egy sikertelenségben, a pályafutásomban, anyagi nehézségekben. Megjelenhet párkapcsolati problémákban, illetve bármilyen személyes, szociális kapcsolatrendszeri problémákban, tehát akár a gyerekeinkkel, barátainkkal, szülőkkel való kapcsolat, tehát nem csak párkapcsolati feszültséget tudok kapcsolati feszültségen érteni. Hát azon kívül pedig nagyon sokszor megjelenhet egészségügyi problémákban is. Egyébként a módszer azért is lett ennyire híres és elterjedt, mert például pont a rákbetegségeknél tapasztalható, hogy a hatására, tehát nyilván nem elég egy családállítás, de maga a családállítás segítségével olyan gyors gyógyulások, vagy éppen fordulások történtek a betegségekben, ami azért már hitelesítette nagyon sok szakember számára is, orvosok számára is a családállításnak a módszerét. Nos, mi ez a szeretetrendje, amiről beszéltem az imént, ugye, hogyha ebben sérülés történik? A szeretetrendjének nagyon sok törvénye van, de ebből talán elég három fő törvényt ismernünk. Hellinger is ezt tanítja, ez a három alaptörvény, amiből persze számtalan altörvény származik. Ha erről szeretnétek egy kicsit olvasni, akkor ajánlom nektek Hellingernek az egyik legkedvesebb könyvet számomra, a Forrás nem kérdi, merre visz az útja. Jó vastag könyv, és valóban olyan, hogy bárhol kinyithatod, bölcsességet fogsz benne találni. No, tehát a szeretet rendjének a három törvénye az odatartozás, a kiegyenlítődés és a rend igénye. Ám de ez a három törvény egészen másképp működik egyéni tudatszinten és a kollektív tudatszintjén. Tudnék, az egyéni szinten odatartozás igénye van.
mit jelent ez? A lelkünknek a legnagyobb békességet, biztonságérzetet és nyugalmat azt tudja adni, ha saját csoportunkhoz tartozhatunk. Most nagyon sok mindennek van csoportja. Minden egyes foglalkozásnak van csoportja. Tehát van csoportja az orvosoknak, természetgyógyászoknak, jogászoknak. Van csoportja hitrendszereknek, vallásoknak, kultúráknak. Mégis a legfontosabb csoport a saját életünkben az a saját családunk, hiszen az az elsődleges csoportunk. Illetve Hellinger nem is a család elnevezést használja, mert ő azt mondja, hogy ezzel túlságosan leszűkítenénk a kört. Mert Hellinger tanítása szerint bárki, aki bármikor hatást gyakorolt a családunknak a működésére, az onnantól kezdve a család rendszerünkhöz tartozik, és ezért Hellinger klán fogalmat használ. Pici gyakorlati példákkal próbálom nektek ezt érzékeltetni. Tehát abban az esetben, hogyha nekem mondjuk van egy testvérem, és a testvérem férhez megy. Az ő férje az én családrendszeremhez tartozik, akkor is, ha én ki nem állhatom ezt a pasit. Ugye nagyon sokszor próbálunk így csinálni, hogy azt mondjuk, hogy az övé, nekem semmi közöm hozzá, de van. Mert a testvérem által belekerült a saját családrendszerembe. Tehát érezhető, nem csak vérségi kapcsolatok, hanem házassági és egyéb kapcsolatok is. De ennél van egy kicsit furcsább dolgok is, vagy vannak furcsább kapcsolódások is. Tehát tételesen, ha mondjuk az én életemben az történt meg, hogy az édesapámnak volt egy gyűrűs mennyasszonya, akit azért hagyott el, mert közben beleszeretett az édesanyámba, és ebből a szerelemből születtem meg, akkor bizony az életemnek aktív része az elhagyott mennyasszonynak a fájdalma. Mert ennélkül a fájdalom nélkül én nem születhettem volna meg. És ettől a pillanattól kezdve az én klánomba, az én családrendszerembe az apám korábbi gyűrűs mennyasszonya akkor is beletartozik, ha nem is tudok a létezéséről, és mondok egy kicsit furcsábbat, ez a fájdalom hatása lehet az én életemre, például úgy, hogy nem merek boldog lenni a saját párkapcsolataimban, tudattalanul így kötődve az elhagyott mennyasszony fájdalmához. És mondok még ennél is egy furcsa dolgot. Ha a családomban bármikor gyilkosság történt, mindegy, hogy az én családtagom volt a tettes, vagy éppen az áldozat, akkor a gyilkos, vagy éppen az áldozata ugyanúgy hozzátartozik a családrendszeremhez, mint bármely vérségi családtagom. Tudnék, a legszorosabb kapcsolódást lelkek között az a gyilkosság hozza létre. Szorosabb kapcsolódás van, mint a szeretett kapcsolatoknál. És persze nagyon sokan mondják nekem ilyenkor, hogy hát biztos, hogy az én családomban ilyen nem történt meg. Én meg azt tudom mondani vakon, hogy nincs olyan klán ma, akinél nincs ilyen történet, hiszen a két világháború és a forradalmak nem voltak annyira messze a mi születésünktől, és ugye itt nem szűk, nem egy-két generációról beszélünk, hanem a klánt sok generációt tudja alkotni. De ami a lényeg, hogy így már talán érthető, hogy maga a klán, mint rendszer, az nem egy szűk, zárt kör, nagyon sok résztvevője, nagyon sok szereplője tud lenni, de ami ennél is fontosabb, hogy minden egyes csoportnak, így klánnak megvan a saját szabályrendszere. És ezek a szabályok alkotják, vagy biztosítják a klánnak a működését. És a klánhoz való tartozásnak, ugye az alapja ezeknek a szabályoknak a betartása. Illetve az ellenkezője is igaz, ha valamelyik tagja megszegi ezeket a szabályokat, akkor annak a veszélye áll fenn, hogy őt kirekeszti a klán, vagy kirekeszti a csoport magából. És ahogy azzal kezdtem, hogy a legnagyobb biztonságérzetemet a lelkemnek azt tudja adni, hogyha a csoportomhoz tartozom, a legnagyobb félelmeket, szorongásokat igazából annak a veszélye tudja jelenteni számomra, hogyha csoport kirekeszthet magától. Tehát a kirekesztettségtől való félelem az komoly pánikreakciókat tud létrehozni. Igen ám. De itt megint van egy faramuci történet, hiszen nagyon sokszor egy-egy csoport úgy érzi, hogy a saját szabályrendszere az igaz. Örökérvényű és általános, mindenhol, mindenre nézve. Hát, hogy ez mennyire nem így van, erre egy nagyon egyszerű példát tudok mondani, itt és most. Ugye a mi kultúránkban egy családot egy anya, egy apa, és a gyerekek alkotják. Ha bárki ezen megpróbál változtatni, tehát akár a férfi érzi úgy, hogy mellé több nő
járna. Vagy a nő pláne, ugye érzi azt, hogy neki azért a férjén kívül más partner is lehetnek, az olyan súlyos vétség a saját kultúránk beli szabályrendszere, hogy hát ennek nagyon sokszor szakítása vége. És ezt pontosan tudjuk statisztikákból, hogy a mai napig a válások legnagyobb százalékában a hűtlenség, a megcsalás áll háttérben. Tehát ki lesz rekesztve valamelyik fél, ki áll a családban rendesen. De nem kell messzire menni, el kell menni, el kell néznünk az arab kultúrába. Ott mi az elfogadott szabályrendszer? Az az, hogy egy férfi mellett több nő, több feleség van. Sőt, a szégyenérzetet és a bűntudatot a nő számára is az adja, hogyha neki egy olyan társa, egy olyan férje van, aki nem tud több feleséget produkálni. És a másik kedvenc példám, ez kevésbé ismert és elfogadott, de érdemes tudni, hogy ilyen is van. Nepál, Tibet földje, Tibet bizonyos Perunak a területei, viszont az az elfogadott szabályrendszer, ha egy nőnek több férje van. És a szégyenérzet ott a férfi számára születik meg abból, ha neki egy olyan felesége van, aki több férfinak nem kellett. Tehát az a nagy baj ezekkel a morális szabályokkal, hogy hajlamosak vagyunk általuk minősíteni, ítélkezni. És jogot formálunk arra, hogy ezáltal másokra, a környezetünkre negatív hatást gyakoroljunk. Ugye Hellinger azt tanítja, hogy a moralisták nagyon gyakran válnak gyilkosokká. És úgy gondolom, hogy lehet, hogy az első hallásra furcsának tűnik, de ha végig gondoljuk, hogy hány keresztes hadjárat zajlott Isten nevében. Vagy akár a hitleri Németországban tudjuk, hogy a Hitler katonáinak az évcsatján is az a felirat volt, hogy Isten nevében. Akkor azt gondolom, hogy már lehet érezni, hogy itt van valami igazság ebben. De hát nem kell ennyire szélsőségben gondolkozni. Szerintem nincs olyan ember, beleértve én is, hogy a szavainkkal negyilkoltunk volna. És ilyenkor mindig úgy érezzük, hogy nekünk igazunk van, mert a saját moralitásunkkal igyekszünk mások felé behelyezkedni. No, tehát ami a lényeg, hogy a kirekesztettségtől való félelem hozza létre a bűntudatunkat és a lelkiismeret furdalásunkat, aminek persze nagyon sokszor van talán helye alapja, bár úgy gondolom, és ezt nem csak Hellinger, nagyon sok bölcs tanítja még, hogy a bűntudat és a lelkiismeret furdalás ez a két legfeleslegesebb érzés, mert haszna nincs, csak energiát viszel, tehát hibáznunk lehet, csak az be kell látni és vállalni kell a következményeket. Sőt, Hellinger egyszerűen azt tanítja, hogy ha azt érezzük, hogy bűntudatunk van, vagy lelkiismeret furdalásunk, az lehet jelzés arra, hogy a saját lelkünk határait tágítjuk, és így képesekké válunk arra, hogy más csoportok szabályait is, más csoportokat is be tudjunk engedni a saját lelkünkbe. Tehát a személyiség fejlődésünknek akár egy része is lehet. Nagyon sokszor félreértik Hellingert és támadják is, ez egy veszélytelen kijelentést, hiszen akkor egy pszichopata akár azt is állíthatná, hogy boldogan gyilkol, meg bánt embereket, hiszen csak a lelke határait tágítja. Nekem azért a jó hírem az, hogy ez nem így van, mert hogy a pszichopatáknak nincs lelkiismeret furdalásuk, mert agyuknak azok a területei, amire ezért lenne felelős, konkrétan nem működnek. Na, tehát viccet félretéve, itt már azt gondolom lehet érezni, hogy mennyire fontos dolog az, hogy itt hogy állunk a szabályokhoz az életünkben, hogy mennyire vagyunk hajlandóak arra, hogy elengedjük az egónknak azt az igényét, hogy folyamatosan ítélkezzünk és minősítsünk a környezetünk felett. Egyébként mi válunk sokkal boldogabbá és könnyebb általuk. Na, a következő szabály, ez a kiegyenlítődés, vagy esetleg a szeretet rendjének a következő törvénye, az a kiegyenlítődésnek a törvénye. Ennek a törvénynek a lényegében benne van, vagy a lényege benne van a szóban, kiegyenlítődés, tehát egyensúly. Mikor tud egyensúly létrejönni? Hát egy mérlegre kell gondolni. A mérlegnek a két serpenyőjében ugyanolyan súly van jelen. Nos, ez pozitív helyzetben úgy történik, ha nekem van egy szeretett kapcsolatom, egy kedvesem, aki meglep engem valami szépen jóval. Nem feltétlenül ajándék, lehet ez egy tárgyajándék, de lehet ez egy gesztus, egy figyelmesség. Akkor ő valami belepakolt az én mérlegembe, és felborult az egyensúly. Mikor áll vissza a rend, ha én is belepakolok az övébe, tehát ezt így ösztönösen lélekszintjéről érezni fogom, hogy ezt viszonozni szeretném neki, és én is meglepem őt valami szépen jóval. És a szeretetben valószínűleg picit többet adok neki, mint amit én kaptam tőle. Akkor most ő marad az adósom, és ő pakol az én mérlegembe, és ezzel egy nagyon szép, pozitív szeretet spirált tudunk beépíteni az életünkben. De ennek igaz az ellenkezője is.
Ha nekem valaki árt, akkor ő negatívumot pakolt az én serpenyőmbe. Felborult az egyensúly. Na, erre két tipikus reakcióm van általában. Az egyik, hogy azonnal visszaadom, és kicsit többet adok vissza, tehát ezt hívjuk bosszúnak. Mi fog történni? Megint felborul az egyensúly. Nyilván akkor most már ő fogja ezt nekem még egy kicsit tovább visszaadni, és így pingpongozunk ugye az egymás bántásával, és hát ezzel meg negatív spirál tudunk bevinni az életünkben. Ám de az se lehet helyes, hát amit nagyon sok könyvben olvasok sajnos, ugye vannak ilyen, az ezotéria hihetetlen nagy divat, nagyon jól eladható a könyvek, és időnként azért olvasok bennük olyat, amin igencsak megdöbbenek, mert szó szerint élettelenesek. Hát az egyik ilyen a feltétel nélküli megbocsájtás. Tudnék, mi történik, hogy a feltétel nélkül bocsájtunk meg? Az egyensúly fölborul, tehát a mérnek fölborult, igaz? És aki nekem ártott, ő folyamatosan követelni fogja az adósságát, és még ártani fog. Miért tudjuk ezt csinálni, vagy miért van hajlamunk erre csinálni? Mert van egy nyeresége ennek a történetnek. Tehát ha én állandóan feltétel nélkül megbocsájtok, akkor valójában erkölcsi fölénybe kerülök a másikkal szemben. Most erre megint tudok nektek ajánlani egy fantasztikus irodalmat, Erik Bertnek hívják az írót, Emberi játszmák. Az első könyvének a címe, a második, amelyhez hozzátartozik, az a Sorskönyv. Alapkönyv mind a kettő. Szeretettel ajánlom. Na, tehát a játszma elméletnek az a lényege, hogy folyamatosan olyan helyzeteket hozunk létre az életben, tehát játszmázunk, ezt azért tudattalanul csináljuk, amely helyzetekkel mi valamilyen szinten fölénybe, hatalomba szeretnénk kerülni a másik féllel szemben. És ez a feltétel nélküli megbocsájtásnak a játszmája, azt gondolom nagyon jól példázza a Szent Asszony játszmája, az a könyvben le van írva, benne leírta. Ez az a nő, akinek van egy alkoholista férje. Lehetetlen helyzetekbe hozza ezt a szerencsétlen asszonyt, ugye, elissza a család pénzért, talán még néha meg is veri a nőt, és a nő ezt hagyja. Milyen lesz ennek a külső megítélése? Mindenki a férfit fogja szídni, és azt fogják mondani, hogy ennek a szent asszonynak mit ki kell bírnia emellett a mocsok disznó mellett. Aztán azt, hogy kevesen kérdezik meg a szent asszonytól, hogy ugyan miért működik ezzel együtt? Miért hagyja, hogy a férje ezt tegye? Miért nem változtat az életén? Sőt, ha vannak gyerekei, akkor vajon hol van az ő anyai felelőssége? És miért hagyja, hogy a gyerekeinek ilyen gyerekkora tudjon lenni? Miért? Azért, mert van egy nagy nyeresége ennek a viselkedésnek. Az, hogy morális fölénybe tud kerülni, erkölcsi fölénybe tud kerülni a férjével szemben, és ez a fajta érzelmi töltés, amitől ő többnek tudja magát érezni nála. Hát azt gondolom, érezhető, hogy nem annyira építő jellegű és korrekt módszer, tehát valahol az sem lehet igaz, hogy az a megoldás a feltétel nélkül bocsájtunk meg. Egyébként Hellingernek szeretem ezeket a kijelentéseit, ő azt mondja, hogy a feltétel nélküli megbocsájtást hagyjuk már meg Istennek. Ez az ő privilégiuma. Mi emberek vagyunk, a saját életünkben a saját felelősségünk, hogy mi az, amit megengedünk magunkkal szemben, és mi az, amit nem. Egyébként Jézus is ezt tanítja. Tudnék, amikor azt mondta, hogy ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérre, ha nem arra biztat, hogy gyere, etesd meg, ültesd le az asztalodhoz, azt mondja, dobd vissza. Ne kővel, hanem kenyérre. Tehát, ha valaki nekem negatívumot pakolt az én mérlegemben, akkor ott felborult az egyensúly. És az az én felelősségem, hogy igenis kiálljak azért, hogy ez kiegyenlítésre kerüljön. Ez kétfajta módon lehet, vagy jóvá teszi azt, amit ártott a másik fél, tehát valami pozitívumot is betesz nekem, amivel közömbösíteni vagy semlegesíteni tudja ezt, amit ő csinált, vagy hogyha erre nem hajlandó, akkor az az én dolgom, hogy akkor én is valami negatívumot teszek az ő serpenyőjében. És ezt hívjuk következménynek. Ez általában még gyereknevelésnél megy érthető számunkra, hiszen pontosan tudjuk, hogyha a gyerekünk, hát ez a jobb esetben, ha a gyerekünk valami rosszat tesz, nem feltétlenül azért, mert gonosz rossz gyerek, hanem kicsit szeleburdi volt, vagy nem gondolkozott, de hozott létre egy kárt otthon, akkor igenis ilyen a kell, hogy legyen következménye, ugye? Vagy nem írta meg a leckéjét. Annak kell, hogy legyen következménye, tudnék, ezzel tanítom meg a gyerekemet arra, hogy hogy legyen felelősségteljes ember. És hát a következmény ilyen esetekben ott is negatív.
Tehát ott is büntetem a gyereket, de ezt pontosan tudjuk, hogy ez a büntetés, ez nem a megalázás, hanem azért, mert valami rosszat tett, vagy negatívumot tett, kell, hogy következménye legyen számára. De ez nem csak a gyereknevelésben zajlik így. Az életben is így van. Tehát ha nekem valaki ártott, kárt okozott, annak következménye kell, hogy legyen, mert egyébként nem áll vissza a harmónia az életemben. Tehát ettől a pillanatok, ezzel nekem kell valami negatívumot tenni. A titok az, hogy egy picit kisebbet, kevesebbet, mint amit ő ártott nekem. És akkor megint be tud indulni ez a pozitív szeretet spirál. Egyébként ez a kiegyenlítődés, ez akár megjelenhet ott is, amikor így túlszeretek valakit. Tehát ott ugyanúgy meg lehet gyilkolni egy kapcsolatot azzal, ha én túladok. De gondolj bele, hogy állandóan pakolok az ő serpenyőjébe. És önnek ezt nincs lehetősége viszonozni. Mondjuk lehet ez egy baráti kapcsolatban, és hogy azt látom, hogy nagyon rossz körülmények között él a barátom, és én állandóan szeretnék neki segíteni, és mindig viszek neki mindenféle dolgot, az előbb-utóbb olyan teher lesz a másik számára, hogy megöli a barátságot. Még akkor is, ha a szeretet egyébként jelen lenne. Tehát az, hogy az egyensúly meglegyen az életünkben, arra mindig törekedni kell, és ezt jelenti a kiegyenlítődés törvénye. De és a harmadik, a rend igénye egyéni szinten annyit jelent, hogyha bárki vagy bármi veszélyezteti a csoport, a klán működését, akkor azt a csoport vagy a klán kirekesztheti magától. Nos, ezek a törvények viszont egészen másképp működnek a kollektív szintjén, vagy kollektív szinten. Tudnivik, ott nem odatartozás igénye van, hanem odatartozás joga. Tehát Hellinger azt tanítja, hogy bárki bármilyen formában valamikor is a családomhoz tartozott, annak joga van továbbra is odatartozni, bármit is csinált. Hát ezt megint sokszor félremagyarázzák, azt mondják, hogy gyakorlatilag Hellinger azt állítja, hogy a szülőnek joga van bármit megtenni a gyerekével. Szó nincs róla. Hellinger azt tanítja, hogy teljesen értelmetlen megtagadnunk bármely családtagunk létét, mert azzal gyakorlatilag a saját létezésünket tagadjuk meg. Tényleg számtalanszor találkozom akár egyéb terápiás körülmények között is, hogy jönnek emberek és azt mondják, hogy nekem nincs apám, vagy nincs anyám, mert megromlott a kapcsolat, mert akár az apja fogantatás után fél órában lelépett, mert egy ilyen balesetből származó gyermek. De akármi is történt, a létezésünknek az alapja, hogy az apánknak volt egy spermája, az anyánknak volt egy petéje, ezeket nem találkoztak, ez létrehozta az első sejtemet, majd utána az összes többi sejtem ebből reprezentálódott, és mai napig minden sejtem ennek az első sejtnek az utódja. Tehát tetszik, nem tetszik, félig anyánkból, félig apánkból vagyunk. Nem arra tanít Hellinger, vagy arra bíztat, hogy a szülő bármit megtehet a gyerekével. Illetve a gyerekeket nem erre biztatja, hogy bármit hagyhat a szülőnek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a szülőmre nem mondhatok nemet, az őseimre nem mondhatok nemet, mert akkor a saját létezésemet tagadom meg. Ám de a jogtalan igényeire, viselkedésére, tisztelettel és szeretettel igen. És hogy azt soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a legnagyobb ajándékot az életünkben, azt mindig a szüleinktől kaptuk, mert az életet kaptuk tőlük. Ennél nagyobb ajándékot soha senki nem adhat nekünk. Hellinger egyszerűen azt is tanítja, hogy ez fölött bármit kapunk, az csak bónusz. Tehát ha létrejöttünk, ha kaptunk egy lehetőséget ebben az életben létezni, azt, hogy utána ők szeretettel neveltek és biztosítottak nekem mindent, az bónusz. Az alap, az a létezésem. No, következő a kiegyenlítődés törvénye. Ugye kollektív szinten ez picit másképp működik, mint egyéni szinten, de ehhez ugranunk kell, hogy ezt értsük, ehhez ugranunk kell a rend igényére. Tehát kollektív szinten a rend azt jelenti, hogy akkor működik jól a rendszer, ha a rendszeren belül rend van. Márpedig egy csoportban ez a rend úgy tud kialakulni, ha mindenki a saját helyén áll. Ez a hely törvénye. Ez pedig úgy tud kialakulni, roppant egyszerű, aki előbb érkezik a csoportba, az előrébb van, mint a később érkező.
miért kell, hogy ez így legyen, hiszen az elején mondtam, hogy az energiát azt mindig az őseinktől kapjuk. Ezt kicsit úgy tudom magyarázni, mint egy szökőkút. Tehát a szökőkútnak a legfelső kis edénykéje az mondjuk a szülő. Ha az megtelik vízzel, akkor az túlcsordul. Alatta van a gyerek. Ha megtelik vízzel, alatta az unoka, dédunoka, ükunoka, ugye? Tehát az energia mindig fölülről lefelé halad. A folyók is így folynak. Nem lehet ezt megfordítani. Tehát abban a pillanatban, hogyha ebben a rendben sérülés történik, akkor az energia nem tud áramolni, hiszen hogyha ezt vízszintesen tudom, vagy próbálom nektek megmutatni, akkor mondjuk ez a nagyszülőnek a helye. Itt a szülő, gyerek, unoka, ükunoka. Ezt akár el is képzelhetjük úgy, mint egy vezetéket, amiben áramlik a víz, nagy nyomású víz. Ha én bárkit, ugye mondjuk kirekesztett valakit a család, bárkit megtagadok, akkor az ő helyén egy űr keletkezik. És gondolj bele, hogyha egy vízvezetékből kivágsz egy darabot, ha jó nagyomással jön a víz, akkor tény, hogy hiába van ott egy kis rés a csövön, az még el tud jutni valamennyi belőle a cső folytatásáig, de nagyon sok kárba fog veszni. Vagy hogyha a mérleg serpenyőjét emlékszünk, akkor abban a pillanatban, hogyha én valakit kirekeztek a családból, ott egy űr, egy hiány fog keletkezni, felborul az egyensúly. És mert az élet az mindig az egyensúly visszaállítására törekszik, ezáltal valamely később születettet a sors úgymond behelyez a kirekesztett helyére. Tehát egy később született kezdi el képviselni a családban azt a személyt, akit a család korábban kirekesztett. Ugye ezeket nevezük például sors összefonódásnak. Hogyan működött ez gyakorlatilag? Mondjuk van a családban egy nagypapa, aki alkoholista volt, azt még a nagymamát is verte, és ezért a család kirekesztette magából, akkor az ő helyén ugye van egy űr a családrendszerben, és valamelyik később szülött unoka, legyen ez Pistike mondjuk, aki ugyanazt a nevelést kapta, mint az összes többi gyerek a családban, valahogy kilóg a sorból, fekete bárány. Amikor valaki fekete bárány, ott mindig ilyesmit tudunk a háttérben, vagy gyaníthatunk a háttérben. Mert hogy Pistike beállt a nagypapa helyére, és elkezdte a nagypapa életét élni, így képviselve őt a családban. És hát ő valószínűleg most már nem alkoholt fog fogyasztani, hanem drogot, mert a kor sajátossága az most már a kábítószer. Azt valószínűleg nem a nagymamát veri szerencsésebb esetben, hanem autókat fog föltörni, tehát egy deviáns életet fog tudni produkálni. És akkor itt jön a családállítás, hogy ennek a módszernek a segítségével erre látunk, és ez kiderül, akkor Pistikét fel tudjuk szabadítani ettől a szerepkörből, de csak úgy, ha nagypapának helyet biztosítunk a családban, tehát mintegy elfogadva, hogy a nagypapa is ide tartozik. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve nagypapát rögtön haza is kell vinni, ugye? Tehát a lelkem színpadán fogadom el azt, hogy ő igenis hozzám tartozik. Erre van egy nagyon szép mondat, gyógyító mondat, hogy a szívembe beengedlek, mint nagypapa, de a vétkeidért neked kell vállalni tovább a felelősséget. Tehát amit tett, annak kell, hogy legyen következménye, csak nem tagadom meg a családhoz való tartozásnak a jogát. Most számtalan módon fel tudjuk billenteni ezt az egyensúlyt. Nagyon sokszor ilyen pozitív szeretet nevében nem is veszük észre, ugye? Hát korábban is említettem már, hogy a legszebb kapcsolatokat is meg tudjuk rontani azzal, hogyha túladok folyamatosan. Hát ez lehet egy szülő-gyerek viszonyában is. Ugye miről beszéltünk? Korábban érkezik a szülő, előttem van. Szülő a nagy, én a kicsi vagyok. A nagy ad a kicsinek, a kicsi nem adhat a nagynak. És mondjuk én annyira szeretem a szüleimet, hogy így felnőttként úgy érzem, hogy én felelősséggel tartozom az ő boldogságukért. És folyamatosan elkezdek úgy gondoskodni róla, mint ahogy a szülőnek a feladata gondoskodni a gyermekétől. Mit csinálok? Elkezdek nagyot játszani. Tehát beállok, mondjuk ez az anyámról szól, saját helyemről kiállok, és beállok az anyám elé, nagyanyám és az anyám közé. Mi fog történni? Nem fog tudni áramolni az energia. Tehát gondolj erre a vízvezeték csőre. Tehát olyan, mintha innen kivennék egy darabot, és oda akarnám bekréselni. Saját magam leszek az, aki megakasztom ezt az áramlást. Vagy az ellenkezői szokott lenni, amikor szülő várja ezt gyerektől.
És nagyon sokszor ezt is nagyon nehéz felismerni. Illetve az is megtörténhet, hogyha haragszunk a szüleinkre, vagy akár harag nélkül azt érezzük, hogy mi többek vagyunk, mint ők. A lelkünknek nagyon erős kötődés van a szüleinkhez, és a lelkünk, akármilyen a kapcsolat a felszínen, a legmélyebb szintjén minden gyerek szereti a szülőjét. És abban a pillanatban, hogy én az ego szintjéről elkezdek haragudni, acsarkodni, nem tudom, negatívan viselkedni a szüleimmel, az egy olyan belső feszültséget és lelkiismeret fordulást fog létrehozni az életemben, amitől gyakorlatilag saját magamnak okozok utána szép nagy pofonokat, egzisztenciában, párkapcsolatban vagy éppen egészségben. Tehát nem helyezhetem magam a szülőm fölé semmilyen formában. Nem mondhatom azt, hogy én jobban tudom, mert nem tudhatom jobban, ő a nagy, én a kicsi vagyok. Másként tudom. Másként csinálom. De csak arra tudom építeni azt, amit másképp csinálok, amit tőlük kaptam ajándékba. Mert nem szabad elfelejteni, félig apánkból, félig anyánkból vagyunk. Tetszik, nem tetszik, mint az, ami bennük van, az bennünk is bennünk van. Ki tudunk belőle hozni jót. Abban az esetben a saját helyünkön maradunk meg. Egyébként valóban szülőktől is szoktam nagyon-nagyon nagy tévedést tapasztalni azt, hogy szülők is várják, hogy a gyerekük, ha felnőtt, akkor kezdjenek el velük hálából a gyerekkorukért úgy foglalkozni, mintha ő lenne a gyerekük. Tehát ilyen szerepcserék. És rengeteg család életet láttam már ilyenért tönkre menni, mert ott van mondjuk egy anya vagy egy apa, aki követeli, hogy fontosabb legyen, mint a férj vagy a feleség, ugye a gyermekének az életében. Hát azért ez egy nagyon nagy tévedés. Tudnék, ha valaki azt gondolja, hogy a gyereknevelés az ügyes befektetés. Tehát igen, tudom. Tehát ha gyereket vállalok, nekem is van ugye kettő, az hihetetlen komoly energiát kíván. Érzelmileg, fizikailag, anyagilag is, amíg azok a gyermekek felnőnek. És amikor ők felnevelkedtek, neki kutya kötelességű. Ez a kapott energiát továbbadni. Vagy a saját gyerekeiknek, vagy a következő generációnak. Mert ez, ami szolgálja a létezést, ez szolgálja az evolúciót. Az a szülő, aki azt gondolja, hogy a befektetett energiákat a gyerekének kötelessége visszaadni, amikor ő megöregszik, ne szüljön gyereket. Az menjen el dolgozni, ezt a sok-sok energiát fektesse munkába, keressen vele sok pénzt, azt tegye be bankba, aztán majd a banki kamatokat felhasználhatja időskorára. De a gyereknevelés nem üzlet. A gyereknevelés egy sokkal-sokkal magasabb dolog ennél. Persze, ezzel sem azt állítom, hogy a gyerekeknek magukra kell hagyniuk a szüleiket. Tehát nyilván, hogy figyelek rá, ha szükség van, akkor mellette vagyok, gondoskodom arról, amit ő már nem tud megoldani. Egyet nem szabad elfelejteni, soha nem tartozom felelősséggel a szülőm boldogságáért. Mert én a kicsi vagyok, és ő a nagy. És a kicsi nem tartozik felelősséggel a nagyért. Majd a következő generációnál, ahol én válok nagyjá, és a gyermekem kicsi, ott igen, de ez visszafelé nem működhet. Nos, hát ezek a bizonyos altörvények, hogy az odatartozás, kiegyenlítődés és a rendigénye, és hogy a módszer maga a családfelállítás folyamatában azokat az elakadásokat, tehát ezeknek az elakadásoknak a hátterét igyekszünk kideríteni, illetve feloldani, amelyek okozhatják az életünkben ezeket a sérüléseket. Hogy is történik ez? Hát ehhez megint egy elméletet kell megosszak veletek, mert nagyon misztikusnak tűnik, nem is szeretek nagyon úgy beszélni embereknek erről, akik így nem voltak, nem láttak még, mert hogy így, hát talán a legjobb példa egyik kliensem mesélte, aki családállítás után boldogan mesélte egy családi vacsorában arról, hogy mit is tapasztalt meg, és a nagynénye kétségbe esve kérdezte, hogy édes csillagom, valami szektába keveredtél? Tényleg nehéz elmondani, hogy ez hogy zajlik és mi történik. Egy valami fogalmunk legyen róla, egy másik elmélet, ami Rupert Sheldrake nevéhez fűződik, a kutatás fűződik már az ő nevéhez, tudnék évszázadok óta állítják filozófusok, hogy kell, hogy legyen egy olyan energiarendszer itt a Földön, amelyik információkat közvetít azonos egyedek között. Nos, Sheldrake volt, aki ezt elkezdte nyilván közvetett módon kutatni ennek az energiarendszernek a létezését,
És ez egy nagyon híres kísérlete, a Bornaui majmok kísérlete, vagy száz majom kísérlete, nagyon sokat lehet róla olvasni akár az interneten is. Gyakorlatilag a Bornaui egy szigetcsoport, ahol egy típusú, egyfajtai majom, a Bornaui majmok élnek. Ezek a szigetek olyan távol vannak egymástól, hogy a majmok nem tudják átúszni ezt a távolságot, tehát különböző szigeteken lakó majom kolóniák nem tudnak kommunikálni egymással. Most az első kísérlet abból állt, hogy az egy adott szigeten megtanították a majmoknak, hogyha megpucolva eszik a banánt, akkor az sokkal ízletesebb. És mire egy bizonyos egyed számú, tehát mondjuk legyen ez 100, tehát mire 100 majom elsajátította azt, hogy így finomabb a banán, az összes többi szigeten a majmok elkezdték maguktól, annélkül, hogy valaki mutatta volna nekik, maguktól megpucolni a banánt. No, aztán Sedrék bonyolította ezt a kísérletet, tudnék akadálypályát állított fel minden egyes szigetre, tehát ugyanazokat a feladatokat, ugyanolyan egyforma akadálypályákat állított fel mindenhova. Ezek már bonyolultabb feladatokat kívántak a majmoktól. Egy adott szigeten tanították meg a majmoknak, hogy hogyan kell legyőzni ezeket a feladatokat ahhoz, hogy a táplálékuk forrásához eljussanak. Ugyanaz történt, mint a banán esetében. Mire egy bizonyos egy-egy számú majom ezt biztonságosan megtanulta, elsajátította és gyakorolta, az összes többi szigeten a majmok egyszer csak elkezdték tudni, hogy hogyan kell ezeket a feladatokat megoldani. Nos, azóta is folynak a kísérletek ennek a mezőnek a létezéséről. Egyébként Sheldrick ezt morfogenetikus mezőnek nevezte el, és a mai napig, tehát gyakorlatilag most már ezzel magyarázzák a vándormarak röptétől kezdve az intuíciónak a működését. Igazából megjelent egy magyar könyv Sheldricknek ezzel a témával, az a címe, hogy a 7 kísérlet, amelyik megváltoztatta a világot. Tudtok erről is bővebben olvasni, szerintem nagyon izgalmas dolog, ami nekem most nagyon tetszik, például sportban kezdték el ezt felfedezni, használni, főleg csapatjátékoknál, tehát az a taktikai része a felkészülésnek, hogy az ellenfél csapatának a morfogenetikus mezőjét térképezik fel, tehát melyik játékos kivel van kapcsolatban, és egyszerűen a taktika az, hogy abba zavarnak vele, és szétesik a csapatnak a működése. Tehát elég hatékony, hasznos eszköz tud lenni sok mindenre, és mi is ezzel az energiamezővel dolgozom. Annyi a különbség, hogy Henninger ezt minden tudó mezőnek nevezte. Ők találkoztak Sheldrickkel egy konferencián, meg is beszélték, hogy ugyanarról az energiáról beszélnek, teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük. Tehát ez az energiarendszer valójában jelen van az életünkben, tehát nem csak akkor, amikor család állítunk, mindig mindenhol. De nyilván maga a családállítás folyamatában egy olyan tudatállapotba kerülünk, hogy sokkal inkább rá tudunk érezni, rá tudunk hangolódni magára az energiának a működésére. Tehát amikor bárki bármilyen szerepbe kerül, akkor gyakorlatilag annak a szerepnek az energiarendszerébe kerül bele, és valójában ebből az energiacsatornából vannak olyan belső megérzések, gondolatok, érzetek, akármilyen furcsa ez, akár testi érzet is lehet, tehát konkrétan megjelenhetnek fájdalmak. Volt egyszer egy olyan állítás, ahol az egyik képviselőnek hívjuk azokat, akik képviselőket, benne van a nevében, képviselik azokat a személyeket, aki mondjuk egy témában érdekelt. Tehát ha beül valaki mellém, és azt mondja, hogy ő szeretne ránézni, hogy miért van elakadás a munkájában, ugye akkor ezzel kapcsolatos személyeket vagy fogalmakat emberek fognak megszemélyesíteni, a csoportnak a többi tagjai. Ugye egy ilyen helyzetben 10-14 ember van jelen, akik nagyon nagy szolgálattal segítik a többieknek a működését. Tehát ezt értem az alatt, hogy valaki képvisel egy személyt vagy szituációt. Nos, az történt, hogy az egyik ilyen képviselő azt mondta, ráadásul pont a főszereplőt játszotta, hogy iszonyatosan fáj a feje. Mire az a férfi ember, akiről itt szó volt, annyit felelt, hogy ja, hát pont ott volt agyvérzésem. Tehát nagyon sokszor konkrét fájdalmak megjelennek azzal kapcsolatosan, hogy azzal a személlyel kapcsolatosan, akit képviselünk, de megjelenhetnek érzetek, ebből az érzetekből mozgások jönnek létre, és gyakorlatilag ezeknek a mozgásoknak a megfigyelésével, tapasztalásával mutatkozik meg a családban a történetnek az elakadása, és itt tudunk rendet tenni, tehát gyakorlatilag olyan mondatokkal, rituálékkal, amivel fel tudjuk oldani azt a belső feszültségét a léleknek,
ami ezt az elakadást tudta létrehozni. Ezek nagyon sokszor nagyon komoly indulati töltéssel járnak, indulati megjelenéssel járnak, akár képviselők részéről. Ugye kívülről, hát ezt őszintén bevallom, én is azt gondoltam először, hogy akkora színészek vannak. De akkora színészek vannak ott a játéktérben, hogy az csak na, amíg be nem kerültem először állításba, és meg nem éreztem a saját bőrömön, hogy milyen elementális erővel töltek föl velem, akár a mozgásra való igény, akár a nem tudtam visszatartani mondjuk sírást, vagy összeestem. Tehát egészen megdöbentő maga a tapasztalás, amit itt egy ilyen helyzetben meg tudunk élni. Nagyon sokan félnek is pont ettől, félnek, hogy bele tudnak ragadni, ez tényleg nem tud megtörténni. Igazából így, ebben a formában ártani nem lehet. Nyilván azért kell szakmai tudás ahhoz, hogy valaki egy állítást valóban felelősséggel tudjon véghez vinni, de szoktam mondani, a családállítás nem fertőző betegség. Tehát, hogy amit ott megtapasztalok, az a tudatomnak nagyon sokat tud adni, építeni, de ez nem jelenti azt, hogy annatok ez a saját életembe is be tudom vinni. Tehát maga a technikai része az, hogy összejövünk 10-15-en, ráhangolódunk különböző gyakorlatokra ennek az energiának a működésére. A történetnek megfelelően kiválasztunk személyeket, akik képviselnek a családtagomat, vagy éppen fogalmakat az életemben. Ezek a személyek rá tudnak hangolódni. Gyakorlatban úgy néz ki a módszer, ezt lehet egyéniben és csoportban is csinálni. Én sokkal hatékonyabbnak tartom a csoportmunkát, mint az egyénit. Tehát nyilván az egyéni az azt jelenti, hogy két személyes találkozás, ahol lehet kis kövek segítségével, vannak akik fabábukat használnak, de lehet papírlapok segítségével is. Felállítani, feltérképezni az, hogy a családban ki, hol van, kinek mi a szerepe. Tehát ugye mind, akár az egyénél, akár a csoportmunkánál az alap az, hogy akinek van egy problémája, egy elakadása az életben, annak a problémáját szűken, de átbeszéljük. Miért fontos, hogy szűken beszéljük át? Mert minél többet tudunk fejben a dologról, annál inkább hajlamosak vagyunk előfeltételezések alapján történeteket alkotni. Ennek a módszernek tényleg az a szépsége, hogy magától mutatkoznak meg az összefüggések. Nos, tehát ha valaki egyéni családállításra megy, akkor ott a személyeket bábukkal, kövecskékkel, papírlapokkal lehet helyettesíteni. Én sokkal jobban szeretem a csoportos munkát. Itt összejövünk 10-14-en. Akik dolgozni szeretnének, akik rá szeretnének nézni a problémájukra. Ugye mindig van, aki állít, a többi tagja a csoportnak pedig azért van ott, hogy segítse az ő állítását. Hát nyilván egy ilyen állításos napon azért több állítás van jelen. Tehát éppen amikor a saját témával dolgozunk, akkor a többiek segítenek nekem. De amikor ezt így leraktuk, akkor én fogok már segíteni, tehát én szolgálom a másiknak az életét azzal, hogy az ő állításában veszek részt, mint képviselő, vagy mint segítő személy. Úgy zajlik a történet, hogy kiül mellém egy székre az, akinek a témájával dolgozni fogunk. Ő nagyon röviden összefoglalja, és erre én nagyon figyelek, tehát ha többet szerettem mondani, akkor általában el is szoktam állítani, pont az ő érdekében, mert nem csak én, de mindenki így működik, hogyha elkezdjük megoldani a témánkat. Ugye elkezdjük azt mondani, hogy azért vagyok itt, mert nem működnek a párkapcsolatom, mert az apámmal rossz volt a viszonyom. Hát azzal már egy instrukciót kapott a csoport. Henninger ilyenkor zokszó nélkül küldi is el, tehát azt mondja, megoldottad, menj haza. De nyilván nem vagyok ennyire szigorú, csak mindig kérem előre, hogy ne beszéljük túl a dolgot. Tehát mondjuk egy ilyen téma, szeretnék ránézni, hogy miért nem működik a párkapcsolatom, vagy szeretnék ránézni az apámmal való kapcsolatra, ezek mindig nagyon szép témák, hogy hol lehet a feszültségnek a háttere. De még azt szüken elmondja az ő elakadásának az okát, közben bennem megszületik egy kép arról, amiből ki tudunk indulni, tehát milyen személyeket, vagy éppen fogalmakat, hát hiszen valaki egzisztenciális problémával jön oda, akkor meg lehet jeleníteni a munkát, a sikert, a kudarcot, a gazdagságot, a szegénységet, tehát ezeket is tudjuk képviselni. Tehát nem csak személyeket tudunk állítani. De lehet, hogy egy családi problémával akkor a szülőket, nagyszülőket, testvéreket, tehát akik szerepet kapnak a problémában, az a személy, akinek a témájával dolgozunk, utána kiválasztja az ott lévő emberekből azt, hogy ki kit tudnak képviselni az ő családrendszerében, behelyezi őt, utána elhelyezi egy játéktérbe, tehát egész egyszerűen megfogja és bevezeti egy
körbe szoktunk ülni, és a körön belüli részben, minthogyha egy zárt teremben akarná elrendezni a családtagjait. Egy zárt teremben ki hova nézne, milyen távolságra van egymástól. De nagyon fontos, hogy instrukciókat sem adhat. Tehát még csak az se határozhatja meg, hogy az arcához hozzányújt-e vagy fölfelé nézzen. A vállánynál fogva bevezeti a térbe, elhelyezi a személyeket, ott körbe szoktuk járni még egyszer, hogy akkor még nézzük, hogy ki, kicsoda, és mi kijövünk ebből a térből, és magukra hagyjuk, kapnak egy instrukciót a képviselők, hogy figyeltek befelé, és ha megvan az érzés, mozgásban fejezzétek ezt ki. És akkor ilyenkor jönnek meg azok a mozgások, amiről már korábban beszéltem, a belső megérzések alapján, tényleg hihetetlen erővel, lendülettel törnek fel bennünk képviselőként ezek az érzések. Ez akár megjelenhet egy síró görcsben, megjelenhet abban, hogy valaki összeesik, vagy éppen elkezd nevetni indokolatlanul, vagy ki akar menni a térből. Tehát nagyon érdekes tapasztalás ez, és utána ebből a mozgásból derül ki az, ami az elakadásnak az oka lehet, tehát akár egy kirekesztett családtag, akár egy halott testvér, egy abortált gyerek, vagy egy elhagyott mennyasszony, ahogy az elején mondtam példaként, és ennek segítségével tudunk utána rendet tenni a lelkünk színpadán. Tehát megadna a tiszteletet azoknak az ősöknek, akik nem kapták meg, felbontani sors összefonódásokat. Ugye nagyon sokszor van olyan, hogy azért nem megy az emberek boldog lenni, mert mondjuk a nagymamám is boldogtalan volt. És akkor meg tudom kapni az engedélyt lelkemben arra, hogy a nagymamám boldogtalansága még nem feltételezi azt, hogy nekem is boldogtalannak kell válnom. Ezek különböző rituálék, gyakorlatok által jönnek létre, amit így nagyon tudom, hogy nehéz elképzelni, ha valaki már egyszer volt, tudja, miről beszélek. Ami a lényeg, hogy mint a lelkünkben ez elkezd dolgozni, bizonyos idő után, ez nagyon változó, van akinek fél év, van akinek pár hét, de a fizikai életben elkezdenek a változások történni. Tehát most már számtalan baba született meg a múltamon keresztül, akiknél orvosi papír volt, hogy nem lehet gyerekük, beültetésre vártak már, és mégiscsak spontán teherbe esett a hölgy. Kapcsolatok, életek jönnek rendbe, nagyon pozitív visszajelzéseket kapok sokat. Most nem, tehát ez a módszert dicséri, nem engem, ezt szeretném, ha értenétek. Tehát tényleg nagyon hatékony, bármennyire is misztikus, bármennyire is érthetetlen, bár szerintem teljesen logikus, végtelenül hatékony segédeszköz az életünkben. Én azt gondolom, hogy ami nekem a legnagyobb nyeressége az, hogy egészen más szemmel nézem a világot. Tehát bárkit látok, már nem azt látom, amit csinál, vagy nem csak azt látom, hanem amit mögötte lehet, egy családrendszert. És ettől sokkal elfogadóbbá váltam. Tehát az, hogy így ítélkezzek, minősítsek embereket, azt, hát nem mondom azt, hogy 100%-ig sikerült legyőznöm, de azt gondolom, hogy az esetek nagy részében sikerült meghaladni, és hát az én életem lett sokkal boldogabb ettől és teljesen. Mert rengeteg energiám szabadult föl, és tudom működtetni vele a saját életemet. No, hát nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, pont ezért nem csak nálam, bárkinél ezt a módszert, és örömmel veszem, hogyha valaki megkeres és jelentkezik, vagy szeretne részt venni egy ilyen foglalkozáson.